A nagy hagyományú Pécsi Napok idén is a műfaji sokszínűség jegyében kínálja a programokat minden korosztálynak. A 0. napon a Pécsi Tudományegyetem is bekapcsolódott programjával a rendezvény sorozatba. Ez a nap az ICDIP International Culture Day in Pécs elnevezést kapta. A PTE és Pécsvárosa közös programjai közé tartozik a többnapos rendezvény sorozat is. A PTE Nemzetközi Igazgatóság által szervezett napon változatos és érdekes koncertek várták a hallgatókat és a városlakókat a Széchenyi téri nagyszínpadnál. Az utóbbi időben azért igyekeztünk fokozni az együttműködés, azt gondolom, hogy soha nem volt rossz, de mindig lehet jobb és színesebb, és talán az egyik legizgalmasabb pontja ennek az ICDIP létrejötte 3 évvel ezelőtt, hogy a Pécsi Napok 0. napja legyen az egyetem bemutatkozási lehetősége, egy kicsit jobban megmutatni azt a sokszínűségét, amit elsősorban most kulturálisan képviselünk, hiszen azért 18 ezer magyar hallgató, több mint 5 ezer külföldi hallgató, rengeteg olyan kulturális produktumot alkot, rengeteg együttes van itt, táncegyüttesek, zenészek, egyéb más előadók, akiket érdemes nagy színpadon is akár megmutatni. Minden évben sikerül kiválogatni 4-5 izgalmas előadót is, akik minőségi produktumot képviselnek. Külföldi és magyar, valamint visszatérő hallgatóknak is lehetősége van fellépni. Plusz szeretnénk azt is, hogy megmutassuk a város nemzetközi és az egyetem nemzetközi kapcsolatait. Idén így egy ilyen közös téma Eszéki, hiszen testvérvárosként is, és az egyetem partnere is több mint 50 éve az Eszéki Egyetem. Így Eszékről érkezik majd egy rockzenekar az ICDIP 3. évadára. Ezen a napon többek között a PTE Táncegyüttes, a PTE PEASZ Sárlaidings szakosztály műsora egy világkörüli utazásra invitálta a nézőket. Többek között nyugat-afrikai zene, szenegáli tradicionális húros pengetős hangszer is felcsendült a 0. napon. A programról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.